erős ellenszemben ez ő rajtuk csapódik le. Akik aztán abszolút ártatlanok ebben a dologban, mert hát naponta azt megérni tényleg, hogy felszállok a buszra, leszállok a buszra, és mindannyiszor beszólnom, ez azért nehéz. Egy olyan embernek, aki a munkanélküli volt, amiatt amúgy is érzékeny és sérül. Láttalakán az újságban, mit tanultok meg mindent, az egy kis térségében. Láttalakán. Mit tanultok? Jó, hát aztán ilyenkor szoktuk mondani, hogy ennek egy része az irigységi sár. Tehát a piszkálásnak az az egyik motiváló oka, hogy én irigy vagyok arra, hogy te ilyen csinálsz. Igen, ez a fajta, így van, én némtől indul ez a dolog természetesen, és hát azért nem egyszerű neki, ez tény is való. Egyszerű neki, és mi arra vagyunk büszkék, hogy tényleg itt jó a csoport, meg minden, de azért önnekik utána ide ki kell menni. Itt jól is érzik magukat, de utána ki kell menni az utcára, ki kell menni az emberek közé, és ez már egy kicsit nehezebb. Tehát nyilvánvaló volt, hogy nekünk más utat kellene járni, és ezzel is indultunk el. Aztán folytattuk egy ilyen csoportépítő tréning sorozattal, aminek a végére, és ezt én büszkén elmondhatom, mert hogy mondjam, ha azt mondom, hogy egy normál tréning esetén, és ezzel most semmi minősítést nem akarok alkalmazni, tehát egy olyan munkahelyi tréning végeredményének is bőven jó lett volna az, és büszkén lehetett volna azt is mutogatni idézőjelbe ott egymásnak, ami ilyen szintre ez a csoport el tudott jutni.